plakát jellegű. Én is tök jó itt a színek, meg a meg a vigyorgunk is. Jó, persze. Lázas munka folyik a kulisszák mögött, éppen a legjobban sikerült fotó közül válogatnak a szakemberek és a sportolók. Ahogy közeleg július 23-a a Győrben rendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál első napja, egyre sűrűbbek a napok, mind a szervezők, mind a sportolók számára. Mivel 10 sportágban mérhetik össze tudásukat a legjobb fiatal versenyzők, ezért 10 fiatal és 10 rutinos nagynevű nagykövetet választottak ki előzetesen, akik igyekeznek népszerűsíteni a nagyszabású sporteseményt. A kampány részeként kisfilmek készülnek, de a napokban már országszerte kikerültek azok az óriás plakátok is, melyek fővárosi előkészületein híradónk is ott járt. Ha már a helyszínen járt stábunk, lehetősége nyílt megkérdezni néhány sportolót, volt-e már ekkora felhajtásban részük pályafutásuk során. Ez az első ilyen forgatásom, én még sohasem vettem részt ilyenen, mindig is vágyam volt, álmom volt. Nekem nagyon-nagyon pozitív, mert a csapat is nagyon jó, úgyhogy egy külön élmény így a kajakozás mellett, hogy ilyen oldalról is meg tudjuk mutatni magunkat. Nagyon jól éreztem magam, és nekem ez volt az ilyen első ilyen, úgymond ilyen... Fotózós. Hát igen, ilyen egész nap, hogy így ilyeneket kellett csinálnunk, de nagyon jól éreztem magam. Én fotózáson már vettem részt így klubcsapatnál is, illetve a válogatottal, viszont reklámfilmforgatáson még nem volt részem, úgyhogy kíváncsian várom. Minden rendben volt, mi szórakoztattuk egymást, meg az egész stábot, úgyhogy mi jól éreztük magunkat. Laklódzicer élőben, és Laklódzicer a képernyőn. A győri szurkolók nagy örömére sok ilyen és ehhez hasonló mozdulattal találkozhatnak a kosaras lányok hazai meccsein. Laklót Anna szerint egy Sopron elleni rangadón könnyebb dolga van, mint ezen a forgatáson. A Sopron ellen sose könnyű zicsert dobni, de azért a pályán éles körülmények között jóval könnyebb, mint itt. Azt hiszem, más dolgokra kell figyelni, kéztartásra, lábtartásra, leérkezésre, ott meg inkább az eredményességre. A legismertebb arc az élményekkel és munkával teli napon egyértelműen Kammerer Zoltán volt, aki háromszoros olimpiai bajnok kajakosként azért kicsit irigy volt a mai fiatalságra, akik majd az EIOF-on szerepelhetnek. Persze, mert azért jó nekik, mert ugye egyrészt részt vettek egy ilyen kisebb olimpián, amiről fogalmuk sincs, hogy mekkora élmény lesz, majd utólag egy 10-20 év van. 10-20 év múlva fognak rájönni, hogy micsoda rendezvényen vehettek részt, hogy fesztiválon lehettek aktívak. Ezt is sajnálom, tök nem sajnálom, inkább kicsit irigylem jó szándékkal, meg hát a fiatalságban mindenképpen, tehát én szívesen cserélnék egy-két sporttársammal életkort, de azért bejutás az IC, ahogy van, vagy így kerek, de nyilván jó, hogy nem úgy szívesnek lenni újabb. Nagy sikere volt tehát ennek a napnak, melynek egyes termékeit már a városban is felfedezhetjük. 81 nap van már csak hátra az EIOF-ig, remélhetőleg a sportolókhoz hasonlóan már sokan várják a július végét.